Na hello srácok, én Ervin vagyok, aki nem ismerne, a Twitch-en streamelgetek, szoktunk játszani Fortnite-ot, Rainbow Six-et, Six Siege-et, stb. Bocsi, nem tudok beszélni így felvett videóba, de élőben jobban megy, ígérem. Szóval megcsináltam az első, legjobb pillanatos összeállított videómat. Nyilván a vágási technikám nagyon kezdetleges és nagyon alap, hiszen most kezdtem ezt a műfajt, ezt a szakmát, úgyhogy még bele kell jönnöm, úgyhogy kérlek, ezért ne kritizáljatok, összehoztam mindent, amit tudtam. Ebben a videóban vicces pillanatokat fogtok látni, mert lőni annyira nem tudok, úgyhogy profi lövéseket annyira nem fogtok látni, inkább vicces pillanatokat. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, és utóirat, egy kis plusz, a végén beletettem egy vágást, ami nem rólam szól, hanem egy másik emberkéről, ami mostanában történt a napokban, most nyilván, ha majd később nézed vissza ezt a videót, akkor majd nem akkor, de majd te érted. Szóval mostanában volt egy srác, akit Twitch-en körülbelül hárman néztek, Fortnite-ot játszott, én behostoltam, és hát az hagyjál, hogy nem igazán köszönte meg a hostomat, de még az egyik nézőmet ki is hostotta, és ráadásul úgy, hogy ezt egy olyan stílusban tette, amit egy nagyon-nagyon híres youtuber per streamer használ, tehát a stílust. Tehát konkrétan lenyúlta, vagy próbálja lemásolni másnak a stílusát. Ezért gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a videót. Kíváncsiak, hogy kinek a stílusát nyúlta le. Ti kire tippeltek. Úgyhogy ja, tényleg nem szoktam más kritizálni, de ez annyira felcseszett, hogy megmondom őszintén, ezt ki kell magamból engedni. Úgyhogy srácok, jó szórakozást kívánok, és kösz szépen, megnézitek ezt a videót. Tadám! Bejött az újra. De ezt még gondolj, nem lövítják. Istenem, majd nem találom el. Össze-vissza így futkozik el. Hogy lehet így futkozni, érted? Azt sem tudja, merre megy. És nem találom el. Ez kész. Te mondod, hogy csőt így tudtam. Fut egy irányba, azt visszafog. Megy a Norbi training. Csároli, hello. Na, szemüveg le, lássunk is. Klippet. Most ütök, de hirtelen. Mondtam én, ennyi. Mehet a klip, srácok. Norbi duci training. És egy, és kettő. És egy, és kettő. Na még 15-öt, gyerünk! És három, és egy. Jó, egy finka halt. Ne csörögj már! Á, segítsen! Így itt van egy doktebbi, ahhoz kotolom. Jó, nagyon jó kocsam. De érted, még jó, hogy mondtad a nevemet. Itt fut mögöttem azt. Á, segíts! Várjátok, hívom Pistikét. Pistike! Pisti! Gyere, itt a barátai, gyere! Várjátok, mindjárt jön, várjátok. Pillanat. Dezi, nem jön. Jó, én meghalom magam. Sziasztok! Jó, egy címbe voltam a utolsó sánszor, szóval inkább meghalom. Sziasztok, Pistike vagyok, 9 éves. Jöttem trokodni a streamre. Itt vagytok, troll tesók? Halló! Itt vagyok. Hogy ne lehetnéd tovább? Jézusom, láttátok azt? Hát mit csinált? Láttátok azt? Csők neki. Hát lecsúszott a lépcsőn. Énekeld el, hogy Fortnite. Nézd, mit okoztál. A fiamból jó nagy kockát csináltál. Táncolok is nektek, ide nézzetek. Hogy nyomom? Jó, ezt befejeztük, mert kiraknak a napi szarra. Még nem jött? Lyukasz valahát, csak akkor leugrok. Akkor viszont...
Mert becsap szemben. Hallod? Azt láttátok? Ide jövök mögé. Hallod? Jó, én... Nem tud ugrani. Ugorj már, te nagy seggű. Kikopog, én vagyok a Leo G, lehet, hogy pénteken elhívlak inni. Nekem a biznisz, neked a Disney, nem kell alapod, mert nem vagy. Legkeményebb zene. Ott nyomja! Now we dance to hard bass, cause we all have class. Oh! Now we ott nyomja! Megindul az egyszemélyes csapat, esküszöm, hogy ide korálom a beled el a falad. Szaraflód a szöveget, a híradóban szedetek a szakad. Kemény vagyok, kemény vagyok, kemény vagyok, igen. Nyomja tesó, nagyon kemény vagyok, mert a szövegem olyan, hogy szétesel tőle, aztán elvérzel. Jó, nyomjad, nyomjad. Körülbelül ilyen ez az a 12 gránátod van, és rádobod egyszerre az összeset, és azt kiabálod neki, hogy ezt kapd el, köcsög, ne a náthát! És akkor meg ő mondja, hogy... Ja. Így most a trollok, szegények... Szegény trollok, bazd meg, nem tudnak most már mit csinálni? Nem tudnak kötekedni, bazd meg, na mi lesz? El tudnak menni a trollok, nem tudnak kötekedni, jaj! Miért szomorú, geci? Úgy sajnálom őket, bazd meg. Tiszta szomorú.